Szevasztok gyerekek, meatloaf, húskenyér vagy vagdalt, tök mindegy, hogy hogy hívjátok, ugyanerre kell gondolni. Egy ilyet fogunk ma elkészíteni, ráadásul fel fogjuk turbózni rengeteg sajttal, és egy paradicsomos fűszeres mázzal, ezt nézzétek! A húskenyerünket tehát egy máz fogja beborítani, először ezt fogjuk megcsinálni, fogok egy kisebb gyors forralót, alá pörkölök, és belenyomatok ketchupot, mindjárt le is számolom nektek, hogy mennyit. Kb. 1, 2, 3, 4, 5 evőkanálnyi ketchupot. Ebbe belenyomatok egy jó nagy evőkanálnyi barna cukrot, aztán, hogy ezt kompenzáljuk, jön egy evőkanálnyi rizsecet, vagy bármilyen hasonló ilyen 5%-os ecet, jó borecet, vagy gyümölcsecet, almaecet, ami szimpatikus. Aztán jön egy kis szójaszósz, ami az umami ízekért felelős, szintén egy evőkanálnyi. És végül csapatunk bele egy jó adag borsot. Na, ezt kell szépen összekavarni, és berottyantani annyira, hogy egy ilyen szép kis szirupot kapjunk, ami aztán szépen körbe fogja borítani az egész húskenyerünket. Ez a szuper bonyolult máz, ez el is készült, ezt félrerakom egy kicsit hűlni, addig pedig összerakom magát a meatloafot. Itt van nálam 1 kg darált hús, most pulykával fog dolgozni, de lehet ez sertés vagy marha, amit éppen szerettek, amiben először is belenyomatok 2 egész tojást. Tízzek a zsemle morzsát, mehet bele egy nagy fej finoman alapított vöröshagyma, aztán pedig a fűszerek, só, jó sok bors, piros paprika, és 3-4 gerezd fokhagyma. Ja, és én egy kis szárított zöldfűszert is szoktam nyomatni bele, kakukkfüvet, meg majorannát. De például a rozmarink sem rossz döntés, azt is nyomassatok nyugodtan. Na, fogjuk is az egészet összekutyuljuk. Ősi kolbásztöltő családból származom, szóval akármennyire is barbár dolog a nyers húsban így turkálni, én bevallom nektek őszintén, hogy élvezem. Itt lenne a jancsajani haverom, az ilyen kis gombócokat formázna belőle, kilapítaná, megsütni és belerakna egy zsemlébe, és azt mondaná rá, egy hamburger. Hát ez valami jó volt! A lereszelt sajthoz adunk egy teáskanál keményítőt, és jól összeforgatjuk. Egy sütőpapírral bélelt tepsin elkezdjük összeszerelni a fasírtot. A fele mennyiségből egy kis alapot képezünk, közepében egy mélyedéssel, ide fog kerülni a sok reszelt sajt. Ezt jól lelapítgatjuk, hogy a megolvadt sajt majd ne folyjon ki sütés közben. A maradék húst rápakoljuk a tetejére, és szépen cipó alakúra formázzuk. Most pedig jöhet az előzőleg elkészített máz, amivel jó alaposan bekenjük a fasírtunkat, hogy szép, egyenletes bevonat alakuljon ki. Ha ezzel is megvagyunk, repülhet a cucc a 160 fokos sütőbe, ahol kb. 40 percig sütjük. Miután kivettük a sütőből, érdemes várni egy kicsit, és csak utána félbevágni. Addig bontsatok ki ti is egy jéghideg sört, majd egy nagy adag sült krumpli társaságában essetek neki a sajttal töltött fasírtnak. Iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra is, hogy ne maradjatok le semmi újabb okosságról. Szevasztok! A videót a Soproni Óvatos Duhaj támogatta.